Jóval Elentével találkoztunk itt a Vasa stadionban. Hát Levikém első körben ismerhetesen sokáig, hát egy héten belül még az benne vagyunk. Hát megajándékozott azért a csapat így, hogy ezen a mai mérkőzésen is. Hogy érezted magad belülről? Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, mert készültünk arra, hogy a Szent Ferenc kontrajátékra fog lehúzódni, és tényleg vissza fognak húzódni. El is jöttek a kontrajátékok, voltak nekik is lehetőségeik. Hál' Istennek nullára tudtuk lehozni a mérkőzést, és rúgtunk mellett 3 gólt. Nyilván ennél jobb játék kell, de nem kell magyarázni a győzelmet, mert tényleg ezt a csapatnak is köszönöm, hogy lehoztunk nullára a meccset végre, mert ez fontos tényleg így az én lelkemnek is, a csapat lelkének is, úgyhogy én büszke vagyok a csapatra. A második fél időben egészen extázisban védtél azért, az a 11-est megfogtad meg, ugye ott volt egy nagyobb helyzet, ott volt egy hold pont. Talán, hogyha az a kettőbe megy ott, akkor lehet másképp is alakult ott volna mérkőzni. Te hogy érted meg belőle? Lehet, hogy másképp alakult volna, mert amíg hozzáteszem azt is, hogy volt szerencsére végre egy fektetőm kézből, ami indítottam a bandit, és utána jött a kiállítás, ami azért hozzátett szerintem a győzelemhez, hogy ott nem gólt szereztünk belőle, de kiállítást ki tudtunk harcolni. Talán a 11-esnél minden meccset ugye kapott gólnékkal akarom lehozni, hogyha most 8-0 lett volna az eredmény, akkor is így örültem volna neki, hogyha megfogom a büntetőt és tényleg nullára tudom hozni. Szóval persze vannak ugye csapatcélok, vannak egyéni célok, ami nekem az, hogy minden meccset nullára lehozni. Mellette nyert a csapat 3-0-ra, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Mit várhatnak a Vasas szurkolók jövőre, NB1? Azon vagyunk, hogy NB1 legyen, azt várhatják szerintem, ez minden adott akár kívülről, belülről, tényleg a stáb, a vezetőség mindent megad hozzá, a játékos keret, hogy NB1 legyen, úgyhogy Vasasnak ott a helyen jövőre az NB1-ben. Ismerjük már egymást elég régóta, és hát azért az NB1, ha már szóba került, jövőre Grupa Arena, hogyan fognak ott fogadni a szurkolók? Hát igen, várok már arra, hogy a Grupamába visszatérhessek, vendég. Tényleg remélem, hogy addigra már a szurkolók is vissza fognak térni, és tényleg egy olyan derbi lehet, egy Fradi Vasas, ami tényleg akár itt Angyalföldön is egy Vasas Fradi, vagy a Kupamában egy Fradi Vasas, ami tényleg már ugye fontos nekem is, hogy legyen, szerintem az embereknek is fontos, hogy a Vasas NB1-ben legyen, és lehessenek a budapesti rangadók, meg lehessenek szóval az Újpestnek bent kellene, hogy maradjon. Mert nem szabad elvenni ezt a magyar futballtól, hogy ezek a csapatok egymás ellen játszanak. 3 pontért fog menni a Ferencvároshoz is, úgyhogy találkozunk Grupamában jövőre. Így legyen. Köszönjük szépen. Köszönöm.